Nincs félreértés az Erasmus ügyben. Az Európai Bizottság már hónapokkal ezelőtt jelezte a kormánynak, hogy aggályos a fideszes vezetők részvétele az egyetemeket fenntartó alapítványokban. Mint ismert, a Corvinus, az Állatorvos Tudományi és a Semmelweis Egyetem tanuló is ahhoz a 21 modellt váltó intézmény közé tartoznak, akik jövőre elveszítik a külföldi tanulás lehetőségét az Erasmus programokban. Az Európai Bizottság a döntést azzal indokolta, hogy összeférhetetlennek tartják, hogy politikusok döntenek közpénzek kifizetéséről olyan szervezeteknek, melyekben maguk is alkalmazottak és döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek. A Szabad Európának kiemelték azt is, hogy már korábban jelezték a magyar kormánynak, aggályos a fideszes vezetők részvétele az egyetemeket fenntartó alapítványokban. Közben a kormány megtartotta az év első kormányülését, ám azt nem tudni, szó esette az EU aggályairól. A hallgatói önkormányzat híradón kérdésére elárulta, az európai hallgatói képviselethez fordultak. És már itt van velünk Skype-on Újhelyi István, európai parlamenti képviselő. A Szocialisták és Demokraták frakciójából jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Düsszelből! Brüsszelből, szuper. Azt szeretném kérdezni, hogy legyen az, hogy először megyünk a nagytól a kicsig, és aztán azokat a kis szaloncukrokat, amelyeket nagyon szeret az egységes európai egészségügy, meg a vonatjegy a fiataloknak, azt a végére hagyjuk, jó? Megtudtam, mindig így van. Pedig ezek a legfontosabb kérdések, a konkrét szakmai sikerek. Mi is örülünk az ön sikereinek, vagy nem tudom, hogy ez a kötelező semlegességen túlmegye ez a kis komment. De nem, hát hogyha dolgozik egy európai képviselő, és mondjuk őt választják az év európai képviselőnek, ez nem most volt, de azért megtörtént, azért az egy hír. De ez friss, hát ez a tavalyi év. A díja, jó. És... most akkor hogy büszkék egyek, hogy a két ciklus alatt kétszer választottak meg, egyetlen egy más magyar EP képviselő sem sikerült ilyen szakmai elismerést kapjon, és akkor most azért is kivégzett gyorsan a két ügyet, hiszen ez talán a legfontosabb. Tegnap jelentettük be, hogy ismét döntés született az ingyenes vonatbérlet, interbérlet jegyek ügyében, és több mint 1000 magyar fiatal hozzájut, 6.400-ra emelkedett a magyar fiataloknak a száma, akik ennek az új európai programnak a részesei, összesen 212.000 fiatalt tudtunk eddig utaztatni 30 napon keresztül, hogy bejárják Európát, ennek a szakmai programnak a kidolgozója és mentora vagyok, és a másik pedig, ami fontos Magyarország számára, hogy miközben befagynak a Magyarországra jutó európai források a magyar kormány miatt, ezen közben az a program, az Európai Egészségügyi Unió, aminek a felelőse vagyok, ott sikerült egy olyan büdzsét nyissunk 5,1 milliárd euróból, ami számos hazai egészségfejlesztési programot tud támogatni, és most azon dolgozunk, hogy akár a kormány megkerülésével ezeket hogyan tudjuk hazahozni a magyar önkormányzatoknak, szakmai szervezeteknek, konkrétan a magyar lakosságnak. Kicsit olyan, mintha médiatréningeznék, és én bárhogy tervezem a forgatókönyvet, akkor ön megy a saját maga menetében. Ez nem baj, ezt most megváltoztatjuk. Itt van Navracsics Tibor, aki azt mondja a Karc FM-en, hogy újra levelet írt az európai biztosoknak, hogy jó, de most... tessék már megmondani, mi a baj a felsőoktatási közérdekű közalapítványokkal, és hogyha baj van vele, mert hogy ugye az a mondás Brüsszelben, ahol ön is van, hogy nincs félreértés, itt az a baj, hogy bizonyos döntéshozók, akik a miniszteri székben vannak, azok egyben az oktatáspolitikának is aktorai, tehát hogy van egy ilyen összeférhetetlenség kvázi, de hogy erre visszakérdez Navracsics Tibor, hogy jó, de tessék megmondani, mi a baj és mi a megoldás. Hogy látja ezt a módszert, hogy akkor ez egy időnyerő gesztus, vagy egy megalapozott lépés, hiszen tessék konkrétan megmondani, hogy mi a baj, több tiszteletet a magyaroknak. A magyar kormánynak pontosan tudnia kell, hogy mi a probléma, hiszen most már lassan egy évet tárgyalnak róla. Az Európai Bizottság pedig egészen pontosan megfogalmazta a nem politikai típusú aggályait, hanem nagyon is jogi, korrupciógyanús, vagy korrupciót megelőző, és ezeknek az intézményeknek a működő képességével kapcsolatos aggályait. Én nem is értettem, hogy miért csodálkozik mindenki a néhány nap ezelőtt, amikor megjelent ez a hír
hiszen november 20-a után ez számomra is egyértelmű volt. Most, ha nekem egyértelmű volt európai parlamenti képviselőként, akkor a kormány szerintem csak kommunikációs okokból játssza a díjét. Na jó, de az, hogy egyébként hány ezer ember a felsőoktatásból esetleg 2024-ben nem jut ösztöndíjhoz, azért ez egy olyan lépés, amire maguk az érintett egyetemek is úgy reagálnak, hogy valaki ezt nyilatkozta, hogy itt félreértés van. A 444-nek nyilatkozta az egyik egyetem képviselője, mindjárt ki is keresem a jegyzeteimből, meg is találtam, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumi elnöke levelet küldött, amelyben körlevelet küldött, amelyben azt mondja, hogy ez a diákoknak, hogy csak félreértésről lehet szó, mivel a modellváltás óta 20-szorosára emelkedett a sikeres uniós pályázatok értéke a művészeti egyetemen. Na lám, milyen hozadékai vannak a modellváltásnak? Milyen hozadéka van annak, hogy egyébként az Európai Unió tagjai vagyunk. Miközben a kormányzat propaganda sajtója máshol sem dolgozik évek óta, mint hogy a magyar választókat eltávolítsa az Európai Uniós tagság szeretetétől. Ehhez képest most fel vannak háborodva, hogyha egyébként az Európai Unió érvényt szerez annak az egyébként most már papíron is létező és több fórumon is döntésként megszületett álláspontnak, hogy Magyarországon a jogállamiságot helyre kell állítani. Hozzáteszem, hogy az a Navracsics Tibor lepődik meg, aki maga is az egyik egyetemnek a kuratóriumi elnöke, az a igazságügyi miniszterasszony lepődik meg, aki a Miskolc Egyetemnek a kuratóriumi elnöke, és egy fontos dolgot hagyj tegyek hozzá, nem önmagában azzal, és nem csak azzal van problémája az európai intézményeknek, hogy politikusok ülnek ilyen kuratóriumokban. Nem. Ennél sokkal nagyobb a probléma, hiszen emlékezzünk vissza, nem történt más, mint hogy tulajdonképpen élethosszígra, életük végéig kuratóriumi tagokat úgy a kormány, hogy ezzel magánosította ezeket a közintézményeket, a mi egyetemeinket. Én is egyetértek azzal, hogy a diákoknak, az egyetemi oktatóknak, az egyetemeknek jár az EU-s forrás. Az Európai Unió abból indul ki, és ez egy nagyon fontos kérdés, nekem is ezt válaszolták, amikor most a hét elejében körbejártam a kérdést, hogy hát a magyar kormány megígérte, hogy március 31-ig minden egyes ilyen tárgyalási pontban, úgynevezett sarokkőben, meghozza azokat a változásokat, amelyeket az Európai Unió jogi és korrupciógyanús és egyéb jogállamisági kérdésekben föltett. Tehát az Európai Unió szerint nem fogják elveszíteni magyar egyetemeknek a forrásokat, hiszen a magyar kormány megígérte, hogy minden. Oké. Amit az UniCredit Bank mond külföldi elemzői, hogy nem számítanak arra, hogy azon kívül, hogy a 21-ig tartó EU-s ciklus pénzei beérkeznek, új források, köztük a helyreállítási pénzek bejönnek, ami egy nagyon súlyos becslés szerintem. De hadd kérdezzem az utolsó másfél percben arról, amit a Spirit FM-nek mondott, mert lehet, hogy önre a brüsszeli levegő hat leginkább, és azt mondja, hogy Magyarország az utolsó óráit nyögi a NER súlya alatt, amelyet itt Magyarországon egyáltalán nem lehet érezni a közhangulatban, ez nincs benne, sőt a mérésekben ennek az ellenkezője van. És szeretném, ha reagálna arra a kitételére, még amit szintén a műsorban mondott, hogy az dönti el a két választás sorsát, hogy milyen országos hálózatokat tudnak az ellenzéki pártok építeni. Ha megtenni, hogy erre a másfél percben erre a kettőre reagál. De saját magamra reagálja. Így van, hogy miért? Tényleg? Utolsó óráit nyugi a NER? Az a helyzet, hogy nagyon pessimista vagyok a tekintetben, hogy a magyar kormány végrehajtja-e az általa vállalt változtatásokat, és visszakapjuk-e a demokráciát és a jogállamiságot Magyarországon. És éppen ezért március 31-e után ezt dőlre kell vigye a magyar kormány. Minden információm az súgja, hogy a miniszterelnök inkább elhajol és ellép az Európai Uniós együttműködés mellől, mint sem, hogy visszaállítsa a nermentes magyar demokráciát. Éppen ezért vagyok pessimista. A kormányzat mind a költségvetés helyzetét nézve, mind a geopolitikai helyzetét nézve
mint pedig a szakmai politikai kérdéseket, egészségügyi oktatás vagy kormányzó képesség megbukott. A kérdés az, hogy a hatalmi erőszakkal, ami a kezükben van minden egyes független intézmény elfoglalásával, ezzel meddig tudják kihúzni. És valóban, hogy reagáljak a második kérdésre, és meggyőződésem, hogy a magyar ellenzéknek egyetlen egy dolga van, mint hogy az országos hálózatait kiépítse, minden egyes településen, mindenhol ott legyen, hogy el tudja mondani a valóságot, és fel tudjon készülni a majdani, nem tudjuk mikor, de a majdani rendszerváltáshoz. Ez pedig nem lehet csak budapesti pártirodákból, ehhez bizony hálózatokat kell építeni. Én magam is ezt teszem az esélyközösséggel, a héten is Borsod megyében jártam, folytatom minden héten 2-3-4 napot, vagy busszerből utána, hogy otthon vagyok, járom az országot. Ez a dolgunk, így kell felkészülni az önkormányzati választásokra és az EP választásokra. Újhely Istvánnak köszönöm szépen az interjút, és akkor a következő interjúk szólhatnak arról, hogy a jelenlegi ellenzéki aktivitás mellett mennyi az esélye a hálózat kiépítésének, vagy akár úgy, hogy a polgármesterek akadályoztatása miatt ennek mennyi a terepe, mennyi a valóságos lehetősége? Mindenki nézze meg, hogy jól dolgozott, de azt hiszem, hogy az ellenzéki pártok egy jó részének szüksége van az önvizsgálatra. Köszönöm szépen az interjút.